Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Pillanatokon belül kiderül, hogy van-e új csúcs a budapesti értéktőzsdén, Deák Dávid üzletkötő fogja ezt nekünk elmondani. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Van új csúcs? Hát nagyon-nagyon itt a közelébe táncol a budapesti értéktős, de most 8%-os pluszban vagyunk, 46.747 ponton áll a Bux Index. Ebben a pillanatban 1 milliárd fölötti forgalommal, és a vezető részvényeink közül gyakorlatilag mindegyik egy szép emelkedéssel indítja a napot. 1% pluszba kezdi mind a MOL, mind a Richter részvénye a mai kereskedést, előbbit 2334, meg utóbbit 8175 forinton kereskedik. 8%-os pluszban az OTP Bank 15.740 forinton áll, és 6%-os pluszban a Magyar Telekom részvénye is 405,5 forinton kereskedik ebben a pillanatban. Kis papírokban egyelőre nem láthatunk igazából olyan nagyon érdemi mozgást. A forgalom javulgat, vagy az délutánra várjuk, amikor már Amerika is mutatja magát? Ez az 1 milliárd 150 millió most jelen pillanatban a forgalom. Én azt gondolom, hogy itt most 9 óra 38-kor ez azért az átlagnál egy nagyon picivel magasabb, nem különösebben kiemelkedő, de alacsonynak semmiképpen sem mondhatnánk, főleg ha... Ez már a tegnapi egész napinak az egynegyede, úgyhogy ott már biztos, hogy jobbak leszünk, igen. Így van. Mit csinál Európa egyébként, ők hogyan várják az amerikaiak becsatlakozását? Európát is egyébként a magyarhoz hasonló mozgásokat láthatunk. 1%-os pluszban van most a német DAX Index, 4%-os pluszban kezdi a napot a párizsi Kakaron, és 6%-os pluszban a londoni FTSE. Amerikai határidők egy kicsit szerényebbek eddig, 2%-os pluszban a NASDAQ és 3%-os pluszban az S&P határidős indexe, de azért ott is némi emelkedést láthatunk így. Forintpiac, devizapiac? A forint piac az nagyon kivár, úgy látszik. Most az erős forint az igazából tovább nem erősödik, azonban a gyengülés útjára sem tud lépni. A forint most 1 euróért 347 forint 10 fillért, még 1 dollárért 283 forint 60 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A nagyobb keresztekben sem látunk egyenlőre érdemi mozgást, az angol font erősödésével és az amerikai dollár gyengülésével kezdjük a napot, bár ezek azért meglehetősen kis mozgások egyenlőre. Euró-dollár kereszt 1.2240, még a font dollár 1.4235 ebben a pillanatban. Jó, megnézzük, mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép Köszönöm, napot! Köszönöm, szép napot, sziasztok! Deák Dávid üzletkötő számolt be a tőzsdén kialakult árfolyamokról. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.